még nem választott általános iskolát gyermekének? Nézze minket, Suli Körkép címmel bemutatjuk a környék általános iskoláit. Adódik az első kérdés Fehér Imre igazgató úrhoz, a Nagykovácsi Általános Iskola vezetőjéhez, hogy miért ide az udvarra hívott bennünket, nyilván itt van mondandója leginkább. Azért szerettem volna ezt a részt bemutatni, vagy itt kezdeni legalábbis a mai napot, mert itt van ez a szép felújított játszótér, amely új mintával is bővült, és ez mutatja leginkább az elmúlt időszak irányvonalát, hogy az iskola, az iskola pedagógusai, a szülők, a tankerület és az önkormányzat, és persze az iskolát támogató, az iskola mellett levő alapítvány milyen összefogást tudott végrehajtani. Ugyanis itt egy eléggé romos, rossz állapotú játszótér volt, nem volt méltó már az iskolához, illetve a mi gyerekeinkhez. És gondolkodtunk, hogy tudnánk újjávarázsolni. Két évvel ezelőtt egy nagyszerű iskolai bált rendeztünk, egy jótékonysági bált ennek a játszótérnek a javára. Mellénk álltak a szülők, részt vettek a bálon, az alapítvány számára a vállalkozók és a szülők is bőségesen adakoztak. Összejött annyi pénz, hogy a tankerület segítségével és természetesen az önkormányzat támogatásával újjá tudtuk varázsolni ezt a kis szigetet, ami természetesen elsősorban az alsó tagozatos diákjainknak egy kis paradicsom, de el lehet azt mondani, hogy az egész iskola azért nagy örömét leli benne. Van benne mászófal, két részre osztott homokozó csúszda, hinta, úgyhogy a kisgyerekek igazán délutánonként otthon érezhetik magukat, illetve hát boldogan játszhatnak ebbe a szép kis területen. Amikor részletesebben bemutattuk az iskolát pár évvel ezelőtt, akkor ez a sátor még nem volt itt. Igen, ez a sátor 2016 őszén került felállításra, az önkormányzat jó voltából. Ez a külső sportpályánkat fedő sátor, és számunkra rendkívül fontos, ugyanis a testnevelés órák száma megemelkedett. Tudjuk jól, hogy egy osztálynak 5 testnevelés órát garantál az állam. Bár benti testnevelés csarnokban egy mozgatható paraván választja szét a termet. Ami szintén egy jótékonysági bál eredménye. Igen, de mégiscsak az maximum 2 osztály használhatja egy időben. Szükség volt tehát egy olyan sátorra, ami rossz időben is használhatnak a gyerekek ezt a sportpályát, és hogy az önkormányzat jóvoltából megkaptuk ezt. Nem volt olcsó nyilván, de nagyon örültünk neki, és azóta is használjuk. Nem csak mi, hanem az iskolában működő, vagy hát a faluban működő, de az iskola gyerekeinek otthont adó sportegyesületek, nusse, solymok is örülnek neki nagyon. Tulajdonképpen ez a tankerületi jóvoltából épült meg ez a kis utacska és a lépcsősor, de ami még nem épült meg, de nagyon bízunk benne, hogy erre a területre egy 17x10-es sportpályával pályáztunk a Decathlon pályázaton, és sikerült is megnyerni. Úgyhogy a nyár folyamán meg fog épülni itt egy kis sportpálya, remélem, hogy a gyerekek legnagyobb örömére, és szeptember 1-től majd birtokba is vehetik az új tanévben. És olyan anyagból lesz a padlója vagy az alja, ami felönthető vízzel és télen jégpálya is lehet. Igen, ilyen úgynevezett több célú sportpályát terveztettünk ide. A helyi vállalkozó Szabó József okleveles teljes kertépítész vállalta terveket is, és a kivitelezést is, hogy télen, hideg idő esetén el lehet árasztani valóban majd vízzel, hogy a gyerekek korcsolyázhassanak is itt. Elmondható, hogy akkor, ha ez is kész lesz, akkor a mindennapi testnevelés követelményének meg tud felelni a Nagykovácsi iskola? Igen, ugye, hát az igazság az, hogy helyszűkében vagyunk, tanterem szűkében, de amint hallható volt, igazából a testnevelés órák megtartása is nehézséget okoz nekünk. Ezzel is bővül a repertoár, tehát remélem, hogy egy kisebb létszámú osztály ezen a 17x10-es területen el tud boldogulni majd.
Mondta a férőhely gondokat, ez mit jelent, hány diákkal kezdték a tanévet, ebből hányan ballagnak el, hányat tudnak fölvenni? 628 diákunk tanul jelen pillanatban az iskolában, és körülbelül 50 fő fog elballagni. És hát, hogy mennyit tudunk fölvenni, ez nyilván a szakmai alapdokumentumtól is függ, de mi azt módosítjuk 670 főre, amivel tulajdonképpen meg is sakcoltuk azt, hogy hány tanulóra számítunk, hány kis elsősre számítunk. Úgy gondolom, hogy ezzel a létszámmal még elbír az iskola, de ahogy jeleztük is a módosítást kérve, a 670 főt a szakmai alapdokumentumba véve, hogy szeretnénk, ha már az évek óta meglévő tervekkel, valamit, bővítési tervekkel tudna valamit a tankerület kezdeni, ugyanis egy 4 tantermes épület ráépítés az épület egyik szárnyában már igencsak aktuális lenne. Mitől vonzó a nagykovácsi iskola a szép, tágas udvaron túl? Mit javasol a szülőknek, miért irassák ide a gyermeküket? Milyen eredményekkel büszkélkedhetnek az elmúlt 1-2 évben? Éppen holnap lesz majd, holnap és holnap után lesz egy 2 alkalmas iskola kóstolgató bemutatkozása az iskolának a szülők felé, illetve foglalkozások a gyermekek számára ez alatt az idő alatt, amiben a leendő osztályfőnökeik fogják majd a gyerekeket különböző játékokkal foglalkoztatni. Én természetesen igen készülök erre a 2 napra kollégáimmal egyetemben. Én azt hiszem, hogy az a gyermek, aki itt ebben az iskolában kezdheti meg a tanulmányait, az nagyon biztos alapokra építhet az alsó tagozatban, melyben a hagyományőrzés meghatározó szerepet tölt be. Ennek része természetesen a gazda kalendárium, a néptánc tanítás, ami az 5 testnevelési óra terhére megvalósul az alsó tagozatban. És egy olyan markáns programot ad személyiségfejlesztés, közösségfejlesztés tekintetében is, és kiemelve a tehetséggondozást, ami azután továbbvívve a felső tagozatra, olyan biztos alapokat ad a gyerekeknek, hogy utána nem lesz gond a tovább tanulás sem. Az sem közömbös, hogy tető van a gyerekek feje fölött, méghozzá új tető. Igen, 2 nagy épület szárnyunknál az egyik tetején vadonatúj cseréptető áll. Az igazság az, hogy mind a 2 szárny tetején ki kell majd cserélni a tetőt, az egyiknél most sikerült. A tankerület segítségével sikerült, természetesen az önkormányzat is hozzájárult ehhez. A másik épület részen, ahol ugyanilyen régi cseréptető borítja az épületet, ott pedig azt az ígéretet kaptam, hogy akkor lesz kicserélve, amikor azt az épületrész tetejét meg tudják emelni, hogy ne kelljen 2-szer beállványozni. Tehát ez valamit sejtett, hogy ezt már túl sokáig nem lehet húzni ugye a cserép meg a tetőzet kicserélését. Tehát az sugallja számomra legalábbis, hogy remélhetőleg a közeljövőben lesz majd egy bővítés. Nagyon szeretnénk mindannyian. Beszéljön a Proféta igazgatóról. Köszönöm a tájékoztatást. Köszönöm szépen, hogy megkerestek. Viszontlátásra.